ebből a körforgalomból indul a Nyíradony-Nyírbélte, valamint a Nyírmihályi-Nyírlugas összekötő útszakasz. A város, valamint a környező települések szempontjából azért is kiemelkedően fontosak ezek az útszakaszok, mert a két megyeszékhely, Debrecen és Nyíregyháza is ezeken keresztül élhető el. A megújult útszakasz nagy segítséget jelent a napi közlekedésben is. Természetesen ide bejárnak öt településre az iskolába, a gyerekek és az óvodába, valamint itt egy nagy üzem is az Agrosminnek, ahol naponta 90 meg 150 kamion hordja ide a terméket, és egyszerűen katasztrófa volt eddig a közlekedés, és így úgy gondolom nagyon fontos volt ez a dolog. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az útátadó rendezvényen elmondta, a kormányzat idei mintegy 106 milliárd forintos hazai közútfejlesztési forrásából több mint 10 milliárd forint érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Hazánk közúthálózata közel 32 ezer kilométer hosszú, és tudjuk, hogy nagyon sok szakasz vár felújításra, megújulásra. A kormány 2010 óta egy következetes programmal azon van, hogy ezeket az utakat is megújítsa, hiszen nagyon fontos, hogy a településeken belül, illetve a települések között lehessen közlekedni, iskolába járni, munkába járni, egészségügyi, kulturális vagy csak személyes kapcsolatok révén közlekedni kell. Ez nem mindegy, hogy milyen utakon tesszük meg, hiszen tudjuk, hogy a rossz út balesetveszélyes, lassabb az eljutási idő, és hát a közösségi közlekedés számára, az autóbuszok számára is fontos, hogy olyan utakon közlekedjenek, ahol az autóbuszon utazóknak jó komfortérzetük van. Éppen ezért 2 évvel ezelőtt 69 milliárd forintot, ebbe az évbe pedig 106 milliárd forintot költünk a hazai közúthálózat megújítására. Ennek a projektnek minden megyében vannak jelentős számú útfelújításai, így itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, Nyírlugas térségében. A megyében számos útfelújítás zajlott az utóbbi években, melyek közül a térség országgyűlési képviselője kiemelte a 471-es számú Debrecent-Nyírbátorral összekötő főútvonalat. Összesen mintegy 65 kilométer hosszan újultak meg utak a nyírbátori választókerületben, ez több mint 6 milliárd forintba került. Ennek része ez a két megújult út, amiről szó van. Ez 800 millió forintba került. Simon Miklós hozzátette, a választókerületben azonban nem csak utakat újítanak fel, karácsonyig még 5 felújított iskolát is átadnak a településeken.